fekete csökken a vörös vértest mennyisége, egy tájékozódó ultrahang, amit vasárnap készült, felvetette azt, hogy esetlegesen a vérzés állt a vörös vértest mennyiség csökkenés hátterében. Ne haragudj rám, gyerek. Bocsánat, az ilyen nagyon éretlen kisbabáknál ez egyik legsúlyosabb szövődmény, amitől mindenki tart, és amivel igazán nem nagyon tudunk mit kezdeni terápiás célzatból, csak regisztrálni tudjuk, hogy van-e az agyban, illetve a koponyán belül valamiféle vérzés. És azt látjuk, hogy ennél a babánál az egyik oldalon itt van egy kis vérzés, ami nem nagyon nagy. Elméletileg ez nem okoz nála tüneteket. Az agy szövetében viszont nem látok nála eltérést, ami nagyon jó, és ennek nagyon örülünk. Egyelőre nem gondolok rá annyira, hogy inkább úgy vagyok vele, hogy ne legyen szívódjunk fel az a kis ér, és lehet, hogy lassabban fog megtanulni dolgokat, de hát mi nyilván segíteni fogunk neki, aztán csak beéri magát. Veszélyforrás egy korai szülöttnél csak az, hogyha megemel is fokozhatod el az agyvérzés veszélyét. Sajnos mindig fel kell emelni, mozgatni kell, alátenni, kivenni. Tehát ezek mind olyan dolgok, amik, hogyha nincs szerencséje a babának, a dolgozóknak, akkor azok szövődményeket okozhatnak. Nagyon kellene felrásítani 153-as a mátriumot, viszont ebben nem bírjuk rendesen. Mi lenne, ha holnap után tennél rá? Ez az 53 miatt a volt. Hát most már még mindig sokkal jobb, mint pénteken volt az áttétel. Már lehet, hogy ilyen kívülről de folyós fel, belül fel, meg egy felásító, meg két felásító. Ha van egy jó alkalom. Hát ez most már. Jelenlegi bőszerezettségünknek éppen megfelelő. Magyarországon el vagyunk maradva a nyugati állam fejlettebb országokhoz képest. Egy 10-15 éves lélegeztetőgépnél annak idején nem volt az kívánalom, hogy egy 520 g-os gyereket tudjon lélegeztetni, mert nem volt ilyen beteg. Most van, és kellene. Egy szülőnek a taranyos megértése, egy monitor és egy infúziós pumpa kapcsán, hogy ő azt olvas az internet, hogy 3 után el kéne selejtezni. Mi nem mertük azt, hogy a legfiatalabb is 5 éves volt akkor. Sok mindent lehet, ki lehet kerülni, meg kis leleménnyel lehet, hogy lehet rajta segíteni egy bizonyos határig. Éppen ezek a műszerek elkezdenek előregedni, és nem sokára már a szervizelésükkel nagyon nagy probléma lesz. Most például, ha mondjuk van egy olyan inkubátorom, ami fődön, de nem párásít, azt mondom, hogy egy érett újszülöttet bele tudok tenni átmeneti időre, amíg fölmelegszik. Ugyan ebbe az inkubátorba egy életlen koraszületet nem tudok belerakni. De ezt az inkubátort mondjuk jövő héten már be sem tudom kapcsolni, mert elromlik és nem fűt, abban már semmit nem tudok belerakni. Vékony belének a nagy része elhalt. Most kívánom tisztázni, hogy mennyi égbél maradt. A félő hogy olyan nagy kiterjedési a bélelhalás, hogy a műtétet követően, a tubulília műtétet, akkor a vele rövid lesz, és nem lesz elegendő a túlélésen. Hogyan állunk az ószín előtt? Így állunk. Ez nagyon szükséges. Ennyi bele van, tehát ez egy majdnem 30 cent, és ezzel csinált egy fognak. Hát ez elég. Hogy gyorsan megszülessen, és nagyon gyorsan műtőasztalra kerüljön. A műtét az nem is tudom pontosan, este 5 vagy 6 óra magasságába ért véget,
A műtét előtt nem sok jóval kecsegtetett az orvos, aki végezte a műtétet, de a műtét után már sokkal több reményt fűzött ahhoz, hogy a pici az életben marad. És most nagyjából itt tart a történet. Én még a mentőben is azt mondtam lehetőségnek, hogy nem szülünk. Kemény volt. Most kapjuk az információ, hogy 27-es ikerpár fognak küldeni két ügyi mixszájjal. Mire érte Gyuni mixszáj volt, és ezek is nálak voltak a szülőszervezése szerint a bemenetben. Teljesen nő, hogy azt mondta, hogy akkor most le kell tennem, mert most ültenek. És a hívás listából néztem csak meg, hogy ez mikor történt, és 12 percre rá, mert mind a két baba meg volt. És ott ugye ruhacsere, altatás, minden takopak. Tehát utólag volt ez sokkoló, hogy milyen gyorsan kellett cselekedni. Amikor mi veszünk levegőt, akkor a mellkas meg a légzőizmok tágítják a mellkasfalat és a tüdő passzívan tágul. Amikor egy lélegeztetőgép lélegeztet egy koraszületet, fölfújjuk a tüdőt, tehát nem tágul a tüdő passzívan, hanem aktívan felfújjuk. És a mai ismereteink szerint ez gyakorlatilag az alapja annak, hogy a koraszülöttek tüdeje rossz irányba fejlődik. Majd szúrs! Na, ügyes legyél nekem! Tessék szuszogni! Szuszmosz, nem fog már helyetted levegőt venni ez a kütyű. Na, hát egyelőre teljesen jól szituál, úgyhogy nem mondom, csak piszkálom, maximum ide cedekelek az inkubátor mellé. Na, hát sajnos a világ szeme. Ágyelmez. Gyerünk. Szuszmosz. Na, ez már egy jó pont, hogy nem kellett rögtön visszatenni. Én optimista vagyok. Optimista. Szuszom. Hajrá, kislegény. Csipognak a gépek, hát ezt nem lehet megszokni. Az, hogy most kinél, melyiknél. És akkor az a rossz érzés, hogyha valaki másnál, akkor örül az ember, hogy nem az önénél. Szóval pedig hát ez a borzasztó. Összetudjuk tudni, ezt már tudom ragasztani. Eddig a párházban benn voltam, hát pont akkor történtek a dolgok, amikor történt valami, akkor én akkor pont jelen voltam. Megsimogatta egy kicsit, akkor nyugodt volt, és utána nem akart levegőt venni, és épp ez meg kellett. Életlen az idegrendszer, és életlen légzés szabályozó működése az idegrendszernek, és gyakran egyszerűen átlehetnek levegőt venni. Boldog jól, amikor háromszor ezt csináltam. Úgyhogy nyomás után, és akkor vissza is rakták. Ha mondjuk tartósan itt tudná állni egy nővérke mellett a koraszlagoló mellett, és amikor azt látja, hogy nem vesz levegőt, akkor tudná ingerelni, akkor lehetnénk egy picit türelmesebbek, és nem feltétlenül kéne visszarakni ezt a kis zsugát, ezt a tőgépről ilyen gyorsan. Az ideális az lenne, hogyha az osztályunkon ápolt kis koraszülöttek közül, vagy a koraszülötteink, két-három koraszülöttenként jutna egy szakaszisztens, aki foglalkozik velük. Ahol most tartózkodunk, itt 14 inkubátor van, plusz a nyitott inkubátor, tehát igazából ez két nővérnek a feladatköre.
éppen a nagy forgalom miatt a munka is lényegesen több, mint más kórházakban, más nevatál és központokban. Embertelenem. Válik a munkánk, és ez nekünk nagyon fontos lenne, hogy emberség legyen mögötte. Imádkozhat azért, hogy ha mondjuk nekiáltatni, akkor és mondjuk egy másik maga elfogad levegőt venni, akkor a nővértársakra tudja segíteni. És van nálunk olyan lány, aki 30 évet tapossa ezt a műszakodást, akik hosszú távon már nem sokáig fogják ezt bírni. Úgyhogy nagyon nem tudjuk, hogy hogyan tovább. Azt mondani ugye egy fiatalnak, hogy hát a fizetésed nem lesz sok, a munkaidő az nagyon-nagyon hosszú, de nyáron nem is nagyon tudsz elmenni szabadságra, tehát ezt a hármat így elmondani, az a fiatal nem fog itt maradni. És nem tudunk neki sokkal jobbat ígérni. Tehát aki itt dolgozik, akit most látok itt az osztályon, azok szívvel, lélekkel és szeretettel itt dolgoznak, de a szívük tartja itt őket tényleg. És nem jönnek újak. Nagyon ritkán. Mondtam, de ez ugyanúgy 1,5 mm fölött van bőven. Nincs neki balszívfél terhelése, ott van a doktor, de nyilván holnap nézzék meg még egyszer, mielőtt lezárják. Van egy pici ér, ami magzati korban nyitva kell, hogy legyen. És szeret is kell záródnia kell, ha ez nem záródik, vagy záródik és újból kinyílik, akkor okozhat érzéses szövődményt mind az agyban, mind a tüdőben. Mindig olyan rossz érzése van az embernek, hogy persze ha valakinek papír egy gyulladása van annál, hogy meg kell operálni, de ugye itt a doktorzáró mentén azért az... Van egy jó, meg egy nem túl jó hírem. Neki nyitva van, úgyhogy ahogy terveztük is, holnap ismét értényekkel megbeszéljük, hogy akkor mindenképpen küldenénk, és akkor amikor átmegy, akkor lesz egy kontroll, ultraomért megoperálnák, és akkor meg lenne a zárás. A jó hír viszont értesen, akkor bezáródott a doktusza. Jó, úgyhogy ennyi, amit most így elmondhatnék. Bármi egyéb kérdés, vagy szerintem, hogy holnap lesz a sebészhez. Hogy annyira nem normális körülmények között kellett a világra hozni, annyira nagy megrázkodtatás ez, hogy bennünk van a félelem, hogy ez nem okozott-e központi idegrendszeri vérzést, vagy nem lesz a következménye az. Most rövid távon, úgyhogy talán éppen most telt el 24 óra, hogy megszületett a gyermeke nagyjából. Most eddig a pillanatig ilyen nem történt, ezt ultrahangvizsgálattal ellenőriztük, de sajnos jó lehet most már sokkal kisebb rizikóval, de az első három nap elteltéig nem zárhatjuk ki, hogy ilyen nem következik. És az ember nem tudja, hogy mit jöhetnek közben, mert csak abban bízunk, hogy Doki bácsi minden rendben csinál, tehát ahogy mondtad. Másban nem tudom bízni, csak bennük. Kötésére az egyes gyereklinikára, de sajnos az egyes gyereklinikára nagyon sok műtéti ellátást igénylő koraszületet és újszülöttet kellett, hogy felvegyenek csütörtök este, és ezért nem tudták bezsúfolni a pénteki műtéti programba Flórát. Tudtuk, hogy szüksége van erre a műtétre is, és tudtuk, hogy a klinika sem tudja fogadni, és akkor voltunk igazán tehetetlenek, amikor tényleg semmit nem tudtunk csinálni. Ultrahangban lehetett látni, mert akár csütörtökön is azt, hogy ez a szív ez nagyon, nagyon megviselt állapotban van, és mindenfajta ultrahangját éreseket lehetett látni, hogy azt jelezte, hogy itt nagyon működik nagyon jól. Amikor elindultunk ide látogatni, és Varga doktor úr felhívott minket, útközben voltunk, vagy a Flórát úrra kellett jelezteni. Nehéz volt.
És ez volt az a péntek, amikor azt mondták, hogyha csütörtökön megműtötték volna, és késő lett volna. Ez nagyon nehéz volt. Hál' Istennek ezt hamar lehetett uralni, ezt az állapot megingást, úgyhogy nagyobb károsodás nélkül sikerült ezen a perióduson átsegíteni. De hát ennek például ugye az a feltétele egy ilyen beavatkozásnak, hogy itt legyen az orvos, legyen műszer, legyen gyógyszer, legyen monitor, észrevegyük. Tehát azért hál' Istennek itt minden egybe vágott, és sikerült gyorsan reagálni erre az állapot roblásra. Legalább két ügyeletes az már az ideális túlnyomásszerű, de azért már egy nagyságrendi segítség lenne az itt dolgozóknak, hogy van egy olyan babó is, aki gyengébb állapotban van és fennelveszi, ami bármikor összeomolhat, akkor azért nagyon nehéz eljutni a szülőszoba felé, hiába tudjuk azt, hogy van jó nővér, aki tud tudalmozni, hogy olyan felérünk. Tehát minden a 19-re húztuk alapot, hogy most mi lesz. És ez igazából nekünk, a személyzetnek nagyon nehéz feldolgozni azt, hogy tudja azt, hogy mit lehetne még tenni, és mit lehetne jobban csinálni, de nincs erre kapacitása. Hány beszélésből született 24 hetes, ő születtek három, nem tudtak már bejönni sehová, hanem gyakorlatilag otthon megszületett, és akkor ilyenkor kívánt a mentőszolgálatot, és akkor általában az első legközelebb lévő kocsit, segély lehetőséget kiküldik, akik viszont nem gyakorlottak, ugye a házi szülés ellátása van a cserni mentőszolgálat gyakorlat, viszont kérdés, mikor ért ki a rohamkocsijuk oda? Születik, vagy például a műtőben, az, hogy otthon, az otthoni ágyban nem egészen jó szociális körülmények között látta meg a napvilágot, ez sokszorosan volt az ő túlélésén. Most én azt mondanám, hogy ebben a súlykategóriában, ebben az életlenségben és ilyen körülmények között neki 10%-nál kevesebb az életben maradásra az esélye, de amíg van egy százaléknyi esély is, addig megadjuk neki a lehetőséget. A magyar törvények alapján, hogyha megszületik egy koraszülött baba, és hiába számolják mondjuk 23 7 6 napnak, 23 5 napnak, hogyha az a koraszülött életjelenségeket mutat, akkor sajnos nem lehet nem elkezdeni az ellátást. Na, sajnos ezt azért mondja az ember, mert sajnos lehet sajnos olyan családokat látni, akiknek nagyon súlyosan károsodott koraszülött babájuk maradt életben, és bizonyára ráment az egész család. A törvénykezés vagy a szabályozás az azt a 20 vagy 30 évvel ezelőtti szituációt vagy abból a szituációból alakul ki, és azokat a definíciókat használja, amikor senkit nem tudtunk ebben a kategóriában életben tartani. A törvény az valamilyen szinten megpróbálja az érzelmeket kizárni ezeknek a koraszületeknek az ellátásából, hogy ne érzelmi alapon döntsön az ember, hanem meghatározott
keretek között, és mi ezt így megpróbáljuk. Az nem jelenti azt, hogy nincsen érzelme az embernek, csak nem annak alapján cselekszik. Nagyon sok társadalom az nagyon szépen akceptálja azt, hogy vannak olyan betegségek, amelyek nem gyógyíthatók, szóval csak Magyarországon nagyon nehéz ezt elfogadtatni. Amikor átvettük őt, akkor lehetett már a görcsöveket látni, és hát sajnos az ultrahang is azt mutatta, hogy van egy kiterjedt agyérzése. Négyes terülőlesről is a gagyvihetés is tenni, az olyan, mint hogyha az utak mellett mellvízes területeken, ahol állt a víz, ott semmi nincsen. Tehát a nagy búzadában a közepén, ott a nagy semmi. A négyes terülőlesről pont ilyen csinálja, tehát utána semmi nem marad. Tehát az ott akkor eltűnik, ahol a vér volt korábban. Nincs lehetőség arra, hogy mérlegeljen a kezelőorvos, a csapat, a szülő, bárki. Felvitték, hogy Európa különböző országaiban ki hogy áll hozzá ez a dolgoz. Magyarországon ugye az a nemzeti hagyomány, hogy Magyarország, Esztország és Litvánia, a három állam messze menően ugye a abszolút mértékben csak az élet fenntartására törekszik, mindegy, hogy annak milyen a minősége. Svédország, ugye, Hollandia és az Egyesült Királyság, az pedig pont ennek az ellenkező, ott azt tartják fontosnak, hogy az életnek milyen lesz a minőség. Ma a magyar társadalom az így gondolkozik erről. Kérdés az az, hogy nekünk a szakmának kellene a társadalom elé vinni ezt a kérdést, hogy mi úgy gondoljuk, hogy ez sokaknak nagyon sok szenvedést okoz. Hogy mi erőszakosan életben tartunk olyan gyerekeket, akiknek nagyon-nagyon sok szenvedéssel járó életük van, vagy így is úgy is rövid életük van. Ez jól van-e? Hazamennek. És amíg csak fekszik a gyerkőc, és ott van ágyba kell forognia, nézelődni, addig minden szép és jó, és hozzá büszkén mutogatni, aztán ahogyan kéne fejlődni a mozgásának, kéne fejlődni a beszédének, hogy szépen elmaradnak, és már nem jönnek, nincsenek ennél babával. Hogy egy családhoz tartozom, hogy egy anyának megmentsük, de hát ez nem mindig sikerül. Szembesülni kell a hozzátartozókkal, az édesanyáknak ugye elmondani ilyenkor a hír, tehát azért az egész az egy nagyon megterhelő dolog, amit az ember utána nem is akkor érez, hanem később. De ott van mindenkiben bele annak égve azok az események és azok a perceg órák, amikor küzdés, tudja, hogy reménytelen a küzdelem, de akkor is sem hagyja abba, és aztán utána elvonul ki merre. Más jobban fejlett országok intenzív neonatológiai centrumaiban azért a dolgozókra gondolván ott azért van pszichés támogatás. Tehát van az osztálynak pszichológusa, vannak olyan csoportok, olyan foglalkozások, ahol a kollégáknak, az orvosoknak a lelkével is kicsit törődnek. Megpróbálják a pszichés egyensúlyukat fenntartani. Hát itt nem nagyon, itt ilyen nincsen. Úgyhogy az ember ezt magának rendezi le, ha tudja. Édesanyja ezt próbálta titkolni, amíg lehetett ezt a terhességet. Úgyhogy ezért nem lehet a korai terhesgondozást, mert ezt mondjuk még a 24. hét előtt ki lehetett volna szűrni, és akkor esetleg meg lehet szakítani a terhességet, úgyhogy nem kell megszülesni, hogy ilyen élettel összeegyeztetettem fejlődéssel, mire sugárzni magam. És akkor most ez a létvégszállásban egy tanulsúgyő, ami talán minél kisebb, de másik pedig egészetni, hogy napulj fel a hétmellét a gyereknek, gyakorlatilag a rövös tudja miatt nagy nyomásra fel kell élegeztetni, és akkor most mit csinálj? Egy úr a gyereknek, hogy rengeteg fejlancsot tudja a terákítani, úgyhogy ebből az egész van.
tulajdonképpen hát nem teszünk heroikus erőfeszítéseket az életben tartása. A mi osztályunkon a gépet lekapcsolni nem szoktuk. Egy döntésed van megadni mindent az a gyermeknek. De közben felkészült a jelölt, hogy megtörtént az, hogy reggelten fogja megélni a gyermek, hogy fölhívod egy készak közepén, hogy így nyúlnak el befelé, mert nyomul a gyerek melkosát. Amíg nyomul, addig élni fog, de gyakorlatilag nincsen a saját szívműködése. És élesztjük, de nem fog visszatérni, hogy még el tudjuk köszönni tőle. És most legalább sikerült őt áthelyezni az egyes direktnikára, és most várjuk, hogy minél hamarabb meg tudják operálni, és le tudják kötni ezt a batalmazottéket. Ő ítélet adott, ha nem is jut a lélegeztetésből. Jó? Ilyenkor milyen ő fordult az, hogy oxigénia fogák, tudnak, hogy oxigénia osak veszett. Hogyha valami érzés, az súlyos volt, ha ilyet meg a kicsi, akkor sajnos kockázatban megvan az, hogy kialakulhat a érzés. Illetve extrém esetben elveszíthetjük a hovától műtét alatt. Szóval én mondom előttek, ez egy ritka, vagy ez egy ritka dolgok, tényleg ezekre kell számolni, hogy egy kis sűrű törékkel a cigováknál. Most elég stabil lehet? Igen. Illetve a másik dolog az az, hogy ő jobban legyen, illetve hogy tovább kívül felülni, az azt mondja, hogy olyan felülekül csinálni. Jó, tehát most olyan állapot van, hogy azt mondom, hogy bele lehet vágni. Ezt a botoló vezetéket egy fém klippel, egy fém kapocsal zárjuk el. Ez megtörtént, most már zárják a mellkast, és nem sokára jön ki a babácska. Ha olyan állapotban lesz a kislány, akkor visszakapjuk már a hétvégén, főleg azért, mert nagyon nagy helyi probléma van ott megint, és örülnek, hogyha felszállítják.